Hitünk látható jele az ikonosztáz, egy fal a szentély előtt. Elválaszt vagy összeköt? Elrejt vagy föltár? Hallgat vagy magyaráz? A föltett kérdéspárok már meg is adják a választ. Mindez egyszerre nyújtja az ikonosztáz, és ezeknél még elmondhatatlanul többet. Mi az, amit elválasztva összeköt, elrejtve tár föl, hallgatva magyaráz? A kinyilatkoztatásból tudjuk meg, hogy Isten nem távoli messzeségből szemléli az életünket. Nem csak mozdulatlan mozgató, hanem éppen ő az, aki elindult a mi keresésünkre. A bűnbeesés után az első szava ez volt, hol vagy? Eljött hozzánk. Megkeresett, a bűn miatti rejtőzködésünkből kiemelt, és azt mondja, emeljétek föl szemeteket, vegyétek észre, hogy közel van az Isten országa. Krisztus a válaszfalat lebontotta, és saját testében összekötötte a mennyet és a földet. A szentély a mennyei, a hajó, a földi egyház, és a kettők között emelkedő fal azt hirdeti, hogy nincs közöttük áthidalhatatlan távolság. Nem lehetetlen innen oda jutni. Az ikonosztázon ajtók vannak, amelyek néha megnyílnak, mint egy érzékelhetővé teszik az ember mennybe jutásának lehetőségét. Föltekinthetünk az ikonfalra, és látjuk a mennyország lakóit, szemléljük azok eseményeit, föltárul előttünk az Isten nagy műve, hogy mi mindent tett értünk, hogy mi oda bejuthassunk. A szentek sora nem régmúlt idők alakjait ábrázolja, hanem testvéreinket, akik már az Isten országában vannak. Ugyanakkor itt vannak velünk is. Az ikonosztázion mindezt megjeleníti, lelkünkben megeleveníti. Kijelöli a szentély határát, de közben láthatóvá teszi azt, ami mögötte zajlik, s ami egyébként az emberi szemnek láthatatlan volna. A liturgiában Krisztus megtestesülését, keresztáldozatát, föltámadását és mennybe menetelét ünnepeljük. Sőt, a pünkösdöt is. Hogyan szemlélhetnénk ezeket a világot átalakító titkokat? Ki foghatná föl ezt a csodát, amelyen Jézus kortársai is botránkoztak, amikor az élet kenyerét tárta eléjük? Ezért magyarázza el nekünk az ikonosztáz a kimondhatatlant. Ezért mutatja meg nekünk a leírhatatlant. Gyertyával, mécsessel megvilágított, tömjén füsttel megtisztelt fatábla előtt állok és merengek. Nem tudom biztosan, hogy imádkozom-e, csak jó itt állni, belemerülni a szent tekintetbe. Vajon ilyen lenne az Isten arca? Hogyan jellemezte volna Jézust egy újságíró? Mit látott volna meg benne egy antropológus? Miként írná le egy szociológus? És hogyan tekintettek rá a tanítványok, vagy éppen a farizeusok? Mit látott benne a nép? És végül, hogyan nézte őt az édesanyja, Mária? Mindenki ugyanazt az arcot látja, és mégis mindenkinek más. A tökéletes Isten arc, minden emberi alak és jellem mintája, őstípusa, amelyben jelen van az Isten, ugyanakkor jelen van benne sok milliárd ember, mindenki. Aki csak élt és élni fog itt, ezen a teremtett világon. Mindenki fölismerheti benne önmagát, és minden emberben fölismerhető ő maga. Ki tudná lefesteni, milyen ez az arc? Az ószövetségi törvény egyenesen tiltotta, hiszen Isten soha nem látta senki. Először Betlehemben pillantotta meg Istent az ember. Eddig tartott az ószövetségi ábrázolás tilalma. Hiszen ha történetesen az egyik pásztornak kedve támadt volna lerajzolni a feleségének, hogy mit látott a jászolban, ez lett volna az első Krisztus ábrázolás, az első ikon. Persze akkor még nem igen gondolt erre senki,
Csak amikor a föltámadás után kezdtek ocsúdni az első tanítványok, akkor kezdtek el töprengeni, ki volt itt közöttünk, kit láttunk magunk előtt. Előbb csak hitükben, kisebb gondolataikban, az értelmükben is kezdték fölfogni az üdvösségszerző művet, annak egyes részleteit, majd lassan egész életük minden porcikájával vallották, ez valóban az Isten fia volt. Egyre jobban értették, mit jelent, amit mindjárt az elején meghirdetett Jézus, hogy közel került hozzájuk az Isten országa. Láthatóvá, érinthetővé, megölelhetővé vált az Isten. Aztán kitárta karját, hogy ő maga ölelje át az egész világot. Ettől kezdve nem kétséges, hogy az ószövetségi parancs nem megszűnt, hanem beteljesült. Kiderült, hogy az addigi ábrázolási tilalom csupán előkészülete volt a megtestesülésnek. Még érzékelhetőbbé tette a fölfoghatatlan titkot, hogy az Isten, a soha nem látott Isten közénk érkezett. Azóta minden ikonnal ezt a közénk érkezését valljuk. A megtestesülés az ikon kulcsa, az ikon pedig a megtestesülés pecsétje. Ha az ikon elé állok, a Krisztus szemébe nézek, Isten országát látom, ami, aki közöttünk van. Benne látom az egyházat, melynek ő a feje, én pedig tagja vagyok. Benne látom a szenteket, akik nélküle ugyanolyan hitványföldi figurák maradtak volna, mint én vagyok. De benne látom önmagamat is, aki még nem vagyok, de általa, vele élő kapcsolatban maradva elérhetem a mennybe jutott önmagam. Már attól szentebbé válok, ha az ikon elé állok és nézek. Nem a fatáblát, nem a festéket, nem az alakot, az Istent szemlélem. A Szent Lukács görögkatolikus szeretetszolgálathoz tartozó intézmények számára szerveztek zarándoklatot Mária Pócsra október 9-én. A Hajdúdorogi Főegyházmegye, a Miskolci és a Nyíregyházi Egyházmegye intézményeinek parókusai, vezetői, munkatársai és ellátottai, közel 800-an, közösen vettek részt a lelki feltöltődésen. A délelőtti katekézis során a Szentatya budapesti beszédéből idéztem a kedves vendégeknek, zarándokoknak. Az akkori evangéliumnak fő kérdése az volt, hogy Jézus megkérdezi a tanítványokat, hogy ti kinek tartotok engem. A Szentatyának a beszédéből átsugázódott az, hogy igazából arra ír minket az evangéliumi kérdés, hogy ne szavakkal, jól begyakorolt rubrikákkal, hanem a saját életünk legyen a válasz arra, hogy kinek tartjuk az Istent. A hitvallást elmondani gyönyörű és kötelező dolog. Könyörögni és hálát adni és dicsőíteni kötelező és gyönyörű dolog. Ami legnehezebb, és talán így konkrétan a saját segítő szolgálatunk bármelyik oldalán, elfogadó és adóként, megtalálni minden szavunkban, minden kézmozdulatban, minden elfojtott indulatban azt a lehetőséget, hogy ez hitvallás legyen az Istenről. Tehát élj úgy, hogy ne kelljen nekünk mondatokat alkotni, hanem legyen cselekedetünk olyan, amely vallomás az Istenről. De ez a vallomás nem pusztán az Isten dicsősége, hanem visszahat, minél inkább elhiszem magamról, hogy a munkám, a szolgálatom, az életem az valóban vallomás Istenről,
annál biztosabb lesz a tevékenységemnek az ereje. Hiszen tudjuk jól, hogy csak bizonyossággal, meggyőződéssel lehet jól cselekedni, és lehet fölvállalni az olykor népszerűtlen dolgokat is. Lehet olykor szigorúan szólni, lehet olykor keményen és fegyelmezetten élni és szervezni az életünket, de ehhez az kell, hogy minél inkább elmélyüljünk bennünk, hogy valljuk az Isten cselekedetünkkel minden nap. Ez a vallomás az Istenről sok-sok módon megjelenik az életünkben, mint lehetőség. Sokszor elmeséltük az zarándokoknak, vendégeknek. A mankónak a történetét, amely ott van a kegykép mellett, sok-sok mankó közül az egyik legrégebbi, amelynek nagyon egyszerű és rövid a története. Amikor fölépült a bazilika 20-25 évi áldozatos, fáradtságos munkával, és az elkezdődő ünnepségek során ellátogatott egy férfi mankóval, és a hagyomány szerint ez az ember jegyzetten hőse volt az építkezés akadályozásának. Nem engedte át a földjén, a birtokán a téglát hozó szekereket, meg alapvetően szóban, hírben is nehezítette az építkezést. És eljött ez a férfi mankóval, és a hagyomány szerint jelenléte alatt a szertartás idején az Úristen rátekintett és meggyógyult, mankó nélkül távozhatott ebből a templomból. Így került fel az ő mankója ide. Gondoljatok csak bele, hány ember segített és dolgozott itt, hogy fölépüljön a templom. Hány szegény ember adta a maradék vagyonát? Hány ember sérülhetett meg? Talán még halt is meg az építkezések során, mert nem egy egyszerű mű volt ezt létrehozni. Vagyis hány-hány vágyakozó szívű ember jöhetett ide a saját templomába, a könnyező szűzanyához, akinek jogos igénye volt, vágya, hogy az Isten nézzen le rá, és emelje föl a nyomorult embert, hozza ki a szegénységből, betegségből, kapcsolattalanságból, ridegségből. Ilyen elvárással érkezünk, és hát némi keserűség is lehetett szerintem azokban az emberekben. Bennem biztos lett volna. Biztos méltatlankodtam volna. Aztán, hogyha jól belegondolunk, Istennek nagyon szép pedagógiája történt akkor. És azokat akarta tanítani, akik látták, hogy meggyógyult ez az ember. Először azzal, hogy az Isten logikája az más, mint az ember logikája. Sohasem tudhatjuk, hogy ez az ember nem volt-e nyomorultabb, mint bármely más itt lévő nyomorult ember. Sohasem tudhatjuk, hogy az ő élete, és mélhetően nem túl jó emberi természete, nem rekesztette ki őt a társadalomból, és nem szenvedte el a egyik emberi fájdalom csúcsát, a kirekesztettséget, önmagán kívüliséget. El is óriási pokol, amiből szabadulni akar. Meggyógyult. De a legfontosabb üzenet véleményem szerint az Istennek az az irgalma, amelyik felénk szól, hogy azzal, hogy ezt az utolsó méltatlan ember gyógyítja meg, sohasem tudhatjuk, hogy mi mikor leszünk a lét peremén. Sohasem tudhatjuk, hogy mi, aki most állunk, biztonságban, nyugalomban érezzük életünket, vagy mi, akik akár gyengeségünkben, sorsunkkal, de mégis büszkék vagyunk, sohasem tudhatjuk, hogy mi leszünk egyszer a sor végén. Mi leszünk az út szélén, akit meg kell találni az Istennek. És ha már itt vagyunk, akkor mindenki mondhatja, hogy minket megtalált az Isten, mert itt vagyunk. Ha már itt vagyunk, és kérdezi Jézus, hogy ti kinek tartotok engem, akkor a legjobb vallomásunk, hogy itt vagyunk, hiszen hiszünk az irgalmában és reményében, mert remény, várás reménye nélkül idejönni, az csak turizmus. De lehetetlenben reménnyel idejönni, a legnagyobb hitvallás a Teremtő és Gondviselő Istenről. Amen. A pandémia miatt sok volt a bezártság, sokat kellett egyedül lennünk, sokat kellett nélkülöznünk a közösségi élményeket. Én is úgy számoltam, ahogy a pandémia előtt egy olyan 400-as részvételi szám volt, most ahhoz képest ez a
majdnem 800 fő, tényleg minket is meglepett, hogy milyen lelkesen jöttek a munkatársak, az atyák milyen lelkesen szervezték, és ha már szó esett a szervezésről, én igazából csak egy kis háttérmunkás vagyok, hogyha az atyák, az intézményvezetők ezt nem szervezték volna, és álltak volna ilyen szépen a szeretett szolgálatok zarándoklatának a kivitelezéséhez, akkor nem lennénk ennyien. Úgyhogy elsősorban jó Istennek hála, hogy megteremtette ezt a lehetőséget így a pandémia közepette is, hogy eljöttünk ide a Mária Pocsi szűzanyához, és itt együtt lehetünk. Másrészt pedig valóban inkább az atyákat, az intézményvezetőket illi a dicséret, hogy azt a hívószót, amit meghallottak, annak eleget tettek, és most itt vannak ilyen szép számban. Én mindig azt szoktam a munkatársaknak mondani, hogy az a szolgálat, az a hivatás, mert ez igazából úgy lehet csinálni, hogyha az ember hivatásként éli meg, ha ők ezt nem tennék, akkor hiába lennének a szociális intézmények, akkor nem lennének gondozottak, akik ezt az igényt, vagy ezt a vágyat beteljesítenék olyan formában, hogy eljönnének ezekbe az intézményekbe, vagy kérnék a házi segítségnyújtást. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenképp a munkatársaknak az elhivatottsága az, ami itt a lelki töltekezés által valósul meg, illetve testesül meg abban a szolgálatban, amelyet mindenki a maga területén elvégez. Tehát egy hosszú idő, amikor nem lehettünk együtt, és nem ünnepelhettünk, nem érezhettük az összetartozást a szeretett szolgálatokon belül, és én úgy gondolom, hogy ezért is van, hogy többen eljöttünk a mostani szeretett szolgálatok zarándoklatára, hiszen azért volt egy jó kis időszak, mikor a Covid ezt nem tette lehetővé, mindenhol nagy helytállást igényelt, és tulajdonképpen ez most úgy gondolom, hogy egy olyan lelki megpihenés, hogy eljöttünk, együtt elmélkedhettünk, és együtt imádkozunk. Te a mindennapokban hogyan érzékeled, mint intézményvezető, nagyon sok emberrel dolgozol, nagyon sok emberről gondoskodtok, hogy például egy ilyen alkalom itt Mária Pócson, ez nem szakmai továbbképzés, hanem ami egészen más lelki természetű. A kettő egymásra épül, segíti, támogatja egymást. A kettő elképzelhetetlen egymás nélkül. Tehát a szakmai dolognak megint megvan a helye, a lelki dolognak megint megvan a helye, de ezt kettőt össze lehet gyúrni, akkor ez egy tökéletes kombó. Fel kell töltődni, és én azt gondolom saját életemből, saját tapasztalatomból is, hogy az öröm az, ami ezt a tartát feltöltheti, ami nem csupán egy részleges, időnkénti, egy-egy Mária Pócsi látogatásnak az öröme és lelket, testet átalakító boldogsága, hanem a mindennapok aprósága, is megtalálni azt az örömet, és ezért is választottam az örök szolgálat, a szolgálat öröme címszót, illetve jelmondatot a beszédre, és a legfontosabb a rend és béke befelé, önmagunk felé, a másik ember felé, illetve legfőbbképpen Isten felé, felfelé, ezt a háromszögnek a túlhajtásait, illetve kevésbé helyes aspektusait próbáltuk itt megvizsgálni, és amit úgy végezetként, tényleg, mint a hamuba sült pogácsát úgy adtam át, hogy mindenféleképpen találja még mindenki azt az örömforrást, amivel ő is tud adni. Egy üres boltból nem tudunk árulni. De hogyha feltöltjük az éléskamrákat, akkor mi is boldogabban tudunk adni, sokkal többet is kapunk vissza. Egyik módja szerintem az, hogy szánunk magunkra időt. Tudom, nehéz megtenni család mellett, hivatás mellett, egyéb teendők mellett az, hogy egy 10 percet, negyed órát, amikor csak én foglalkozok, és magammal foglalkozok, illetve Istennel. És én ezt úgy fogalmaztam, akik örültek is neki, hogy belebambulunk Isten kegyelmébe. És erre a bambulásra biztattam őket, hogy merjenek bambulni, vezetés közben természetesen nem, mert az nagyon-nagyon veszélyes, de otthon az imasarkuk vagy a templom előtt merjenek belebambulni Isten kegyelmébe, és kapni a töltetet. A Miskolci Egyházmegye tavaly csatlakozott a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat által koordinált kormányprogramhoz, melynek célja
a mély szegénységben élő települések felzárkózása. A borsodobói Zemplén megyei Hernádvécse a 300 legszegényebb magyar település egyike. Mostantól új helyszínen, a falu központi helyén álló, felújított és átalakított házban folytatják a munkát. Az új jelenlétpontot Orosz Atanász püspök, a Miskolci Egyházmegye főpásztora szentelte meg október 8-án. Egy alacsony embernek a történetét olvastam föl az evangéliumból. Zakeusét, aki alacsonysága miatt nem láthatta Jézust, és ezért egy vadfügefjára mászott fel, hogy mégis találkozzon azzal, akitől félt is, és akivel mégis vágyott találkozni. Ebből a félve keresett találkozásból lett üdvösség Zakeus háza számára, mert Jézus betért hozzá, és az alacsony embert, aki történetesen erkölcsileg is nagyon alacsonyra, mélyre süllyedt, fölemelte emberiséges, barátságos gesztusaival. Hernádvécsén mindig hegyek között éltek az emberek, magasabban az átlagnál. Mégis nagy szükség van arra, hogy akik valamilyen oknál fogva az átlag életszínvonalnál alacsonyabban élnek, segítséget, mégpedig folyamatos segítséget és támogatást kapjanak. Magyarország kormánya és a Máltai Szeretetszolgálat buzgósága lehetővé teszi, hogy a felzárkózó települések programban a Jóisten jelenlétét emberi jelenléttel érzékeltessük. És ez az emberi jelenlét immár egy éve gyümölcsöket is termett. Örömmel hallunk arról, hogy a község lakói, különösen is a kisgyermekesek fölismerték azt a lehetőséget, amelyet a kormányprogram és különösen is egyházunk alkalmazásában álló buzgó embereknek mindennapi buzgósága számukra nyújt. Megköszönöm mindazok összeszedett munkáját, akik lehetővé tették, hogy ma a régi kis iskola teremben működtetett jelenlétpont átköltözzön ide, véglegesnek szánt helyére. Itt éreztesse Hernádvécse lakóival, hogy a Jóisten fölkelti napját mindenkire. Azokra is, akik az élet árnyékosabb oldalán élnek. A kormány támogatása mellett számunkra a legfőbb forrás a Jóistentől jövő szeretet, amelyet szeretnénk mindenkire kiárasztani, mindenkinek továbbadni. Szeretném, püspök atya, megköszönni nektek azt, hogy meghallottátok a hívást. Nem is olyan egyszerű ez. Mert hogy ha valaki akár Hernádvécsén, de bármelyik településen a 300-ból, talán néhány van kivétel, ami úgy első sétálásra, hát nem jelent túl nagy falatot. Szóval amikor ott először ott fölkísértetek a dombra, hát azért ott az ember azt érzi, hogy az egész életemet rátenném, minden tudásom ott lenne, akkor is kevés lennék hozzá. És mégis igen, mondhatok, egy kicsit ez olyan lehetett, mint amikor egy másik dombon Jézus megkérdezte a tanítványokat, hogy van-e valami ennivalótok. És akkor kiderült, hogy hát vagy 5 vagy 7, de hát nem túl sok kenyér ahhoz a sok ezer emberhez, és nem tudom, gondoltátok-e végig azt úgy, hogy ti vagytok ott a tanítványok. És egy ilyen sületlenséget kér a főnök. Talán ebben más ez a program. Én 3 alapmondatot tanultam meg a mesteremtől, az egyik úgy hangzott, hogy a kereszténység gyakorlat, és nem elmélet. A másik úgy, hogy a szeretet sok bűnt eltakar, ez nagyjából ilyen ifiknek szólt, hogy ne akarjuk megjavulni és utána segíteni, hanem fordítva, kezdjünk el segíteni, és hát ha megjavulunk. És a harmadik, ami miatt a 3 mondatot mondom, az pedig úgy hangzott, hogy kockázatvállalás nélkül nincs kereszténység. És azt gondolom, hogy
hogy amit itt a Miskolci Egyházmegye fölvállal, az egy nagyon-nagyon komoly kockázatvállalás. Nincsenek garanciák, nincsenek hosszú távra aláírt szerződések, hanem az az öt kenyér van valahol ott az ablakban, amit majd hozzá lehet nyúlni, és el lehet indulni, és erősen bízni abban, hogy a jó Isten itt jön velünk, és abból az öt kenyérből lesz elegendő, hogy 5000 ember jól lakjon, és még azokban a kosarakban másnak is jusson, amit hazavihetünk. Itt Hernádvécsén azt éreztem különösen sürgető tényezőnek, hogy 30-nál több gyermekünk él mindig a három lakás otthonban, akiknek a kamaszkora a helybeli iskolából aztán a falu felé vagy a környező települések felé vezet. Nagyon fontos, hogy azzal a sok energiával, amellyel az ő nevelésüket végezzük, valahol itt a környezet is találkozzon. Tehát régóta megoldatlan volt az, hogy Hernádvécsén hogyan tudnánk élhetőbb környezetet biztosítani, akár csak az ő kimenőikre, de főként azoknak, akik itt ragadnak ebben a községben. A másik jelentősége ennek az, hogy megyénkben 101 néhány most beindult fejlesztési programnak csak nem a fele folyik. Tehát országosan a kiválasztott 300 település jelentős része itt az észak-kelet-magyarországi régióban van, és rendkívül fontos, hogy ezeket a településeket átlássuk. Azokon a településcsoport találkozókon, amelyeken a döntések születnek, vagy amelyeken problémáinkat megosztjuk egymással, és a tapasztalatukat is kicseréljük, nem csak Hernádvécsére, hanem Zemplén-Agártól Gadnáig sok falu felzárkóztatásának a gondjaira és kisebb-nagyobb eredményeire is, gyümölcseire is rálátok. Így a Miskolci Egyházmegyében nem csak a Garadnai Egyházközség és itteni hernádvécsei filiája, hanem legalább 10 egyházközség vagy ehhez kapcsolódó település gondjait is magunkra tudjuk venni, vagy figyelni tudjuk. Miért tartották fontosnak ezt a programot, ezt a területet, és azt, hogy az egyházzal összefogásban valósítják meg? Alapvetően szerintem nem volt nagyon más lehetőség, már ugye sok-sok éve foglalkozik a Mátai Szeretetszolgálat, és a kormányzat is azzal, hogy mit is lehet csinálni a leszakadó településekkel, és tulajdonképpen az elmúlt évek vagy évtizedek fejlődésében egyébként a legtöbb település rá tudott kapaszkodni. Tehát, hogyha járjuk itt is a vidéket, vannak egészen jól működő települések, és nagyjából egy olyan 5-6 évvel ezelőtt kezdtük el jelezni a kormányzat felé, hogy vannak települések nagyon jól láthatóan is, de az adatok szerint, és akik nemhogy nem felkapaszkodnak, hanem csúsznak egyre lejjebb, és hogy ezt azokkal az univerzális rendszerekkel, amit egy kormányzat tud, ezt nem lehet megoldani, tehát kéne valami olyan program, ami egészen pontosan oda megy, diagnosztizál minden települést másképp, és az éppen a településnek fontos, vagy az ő számára megfelelő segítséget nyújtott. Tulajdonképpen ezt hívtuk jelenlétnek, tehát ez egy jelenléten alapuló változtatás. Amikor elkezdtük csinálni az előzetes programokat, akkor volt egy nagy pályázat, és abban az öt nagy karitatív szervezet pályázott be elsősorban, vagy legalábbis ők nyertek, és úgy nyilvánvaló volt, hogy ez az értékrend azért nyilván az egyházi szervezetekhez van a legközelebb, és ezért szólítottuk meg a szerzetes rendeket, egyéb egyházakat. Az, hogy a görög egyház jött, az nekünk nagyjából kézenfekvő volt, hiszen nagyon régóta dolgozunk közösen. Milyen eredményeket lehet várni? Ismerjük azokat a helyzeteket, amiket biztosan tudjuk állítani, hogy egy-két év alatt olyan eredményre nem lehet számítani, ami megmarad. Tehát, hogy vannak sikereink, nyilvánvaló most is tudnánk mutatni egy csomó mindent, sőt szerintem, hogyha bemegyünk ott a képeket, megnézzük, vannak sikerek, de nyilván a siker mértékegysége más ezen a területen. Szoktunk olyan sikerekről beszámolni, amit mondjuk egy budapesti értelmiség nem is ért, hogy tudunk annak örülni. Tehát ezt is meg kell tanulnunk. De alapvetően azt gondolom, hogy az az elszánás, hogy mi itt tényleg addig maradunk, amíg szükséges, és már maga az alcíme a programnak, hogy a fogantatásra a foglalkoztatásig, ugye az egyetlen egy ilyen kör is, hát 20 év. És ezt mi azt gondoljuk, hogy hát lehet, hogy kétszer kéne majd ezt a kört megtennünk. Tehát el vagyunk számva arra, hogy addig maradunk, amíg szükséges, és ez a szükségesség, ez most látszik, hogy ezek inkább évtizedek, mint évek. Készült a miniszterelnökség és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT támogatásával.